Nagy szeretettel köszöntjük az 5. VNTV tábor kedves résztvevőit, illetve az otthon a VNTV nézőit. Ez itt az 5. VNTV tábor 5. napjának az este előadása, és igazából én Ballansznak jöttem ide, mert Horányi Ági előadását fogjátok hallani, amiben néha egy kicsit beleszólok, amit szoktátok, és ugye megszoktátok itt, hogy az előadókat én bemutatom, és ugye egész nap ezen beszélgettünk, hogy hogy mutassam be az Ágit. Tehát, hogy 5 évvel ez a gyorsan. És röviden. Na, tudom, a fiat kitől tanult, tehát. Na szóval, 6 évvel ezelőtt 5 éves volt a VNTV, és úgy voltam vele, mint Forrest Gump a futása, hogy éppen egy kicsit meguntam, és át akartam térni a pingpongozásra. Aki látta a filmet, tudja, miről beszélek. És akkor jött az Ági, és valahogy a Facebookon találkoztunk, és ott egy érdekes kommunikáció alakult ki közöttünk, amit egyébként az adásokban is követhettek. Inkább, leginkább Csipke Rózsikára emlékeztetne, hogy csipkelődés folyamatosan megy. De viszont ez egy olyan aktív párbeszéd, ahol mind a kettőnk tologatjuk a másikat, nem előre hátra, hanem valami irányba, és azt veszem észre, hogy maga a VNTV-nek is a kis szellemi fejlődése, mert nem csak ti mentek végig ilyen tudatossági evolúción, hanem mi veletek együtt ugyanúgy fejlődünk, mert a megosztások után, amiket tőletek kapunk vissza, azon mi el szoktunk ám gondolkodni, hogy tudott ilyet érni. Ági, törölted már azt a... Na szóval általában nem így van, de az élet már úgy adja, hogy ezt a szellemi közösséget, mert ha létrehozunk minden családdal egy csoporttudatosságot, akkor a VNTV-nek is megvan a maga a csoporttudatossága, és mindenki, aki kimondja azt, hogy VNTV, az ilyenkor csatlakozik hozzá, ez hasonló, mint a extraszenzorika, igaz, ez egy kapcsoló, ami szellemileg összeköt bennünket. És ugye hosszú évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy az VNTV semmi más, mint egy vírus. Hát meg is kaptuk a COVID-19-et, csak hogy mi a szeretet vírussal foglalkozunk, és foglalkoztunk, de az emberek fejébe elindult valami, és a saját környezetébe, a saját közegébe alakította át az életét, a gondolkodásmódját, a környezettel, a földön elvával való kapcsolatát, és ez volt igazából a cél. És ma, amikor leültünk Ágival, hogy miről fogunk beszélgetni, igazából a COVID-19 másik arcát szeretnénk most itt közösen veletek kialakítani. Mi van akkor, ha? És akkor át is adnám a szót Ágival. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nektek, hogy itt vagytok, és hogy megteremtettétek az 5. VNTV tábort is. És nem csak nektek érdekes általában ez, hanem általában rajtunk is nagyon sok változás végig megy ilyenkor veletek együtt. Hát reméljük legalábbis, hogy valami ilyesmi történik és zajlik bennetek is, vagy legalábbis letisztulnak dolgok. A mostani helyzet a világban ez egy nagyon tanulságos helyzet, és mivel itt a kettősség világában élünk, ezért megtehetjük azt, akár elméből működünk, akár már esetleg azon túl, vagy akár már valaki a kettősségen túlról figyeli és szemléli a dolgokat, ugyanannyi erővel megtehetjük azt, hogy a jelenlegi helyzetre nem negatívan tekintünk, tehát nem mint egy katasztrófa, betegség, veszedelem, világjárvány, csupa-csupa negatív szó, gazdasági válság, stb., hanem a tudatossági mezőben ugye most túlsúlyban ez van, illetve azok az emberek, akik hagyják még automatikusan programoztatni a tudatukat, az elméjüket, ahogy Laci is említette, van egy közös tudattalan mezőnk, amire ha nem vagy te tudatos, akkor szépen onnan veszed és kapod azokat az információkat, azokat a dolgokat, amik úgy jönnek, amik a te gondolatiságodhoz, a te életkörülményeidhez illeszkedni fognak. És maga ez a koronavírus, amikor érkezett és így megteremtődött egy bizonyos pillanatban, valahonnan kirobbant valakinek a tudatából, vagy valaminek a tudatából, valahonnan megjelent egyszer csak a világban, ez egy nagyon érdekes helyzetet teremtett, ugyanis azok az emberek, akik már tudatosak, és egyre több ilyen emberrel tartjuk a kapcsolatot, illetve egy csodálatos, láthatatlan
tudatmezőn, láthatatlannak szeretem hívni, hiszen nem nagyon tudjuk ugyanúgy bebizonyítani, mint hogy Isten sem, és a szeretetet sem, amiről ugye beszélünk, az már ott onnantól kezdve alapot ad arra, hogy megvitassuk, megnézegessük, letagadjuk, megformáljuk, mindenféle véleményünk van róla, amivel eltorzítjuk a valóságot. És azok az emberek, akik felébredettek voltak, azt vettük észre, hogy amikor megjelent ez a helyzet, és minden ezzel a helyzettel járó intézkedés, azok az emberek, mintha egyfajta isteni tervnek a bekövetkezését, ezen a végre, hiszen ezért küzdöttünk és dolgoztunk idáig, nem is kevesen, elöntötte őket a, most ezt nem kár örömnek, tehát most félre ne essék, komolyan vesszük abszolút ezt a helyzetet, szerintem még sokkal komolyabban, mint akik most nem se tudják, hogy vajon miről van szó, hova tegyék a dolgot, és a félelemtől nem látnak kettőnél előrébb, hanem egyfajta megállt kaptunk, egyfajta lehetőséget kaptunk a megújulásra, az önmagunkra nézésre, a szeretteinkhez való hazatérésre, az idióta automatizmusaink, a megszokásaink megállítására, leállítására. Bele kellett nyúlni azonnal az oktatási rendszerbe. Itt szittuk ugye évek óta, hogy már az ember meghaladta azt, meghaladta egyszerűen azokat a dolgokat, amiket tanulunk, a gyógyítás módszerekre. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az anyagi, egy kicsit ebben nem értünk egyet egyébként Istvánnal teljes mértékben, mert én nagyon-nagyon fontosnak tartom a gyógyszereket, akkor is, hogyha kemikália, mert igenis van az embernek egy olyan anyagi vetülete, ami óriási gyógyulásokat. Én most mindent szeretnék visszafordítani egy pozitív irányba egyébként, illetve megmutatni, hogy van olyan oldala is. És a kettősség világában én ezt egy nagy hibának és problémának tartom, hogy állandóan csak a panaszkodás, állandóan csak a negatív oldalt figyeljük, mert félünk tőle, mert el akarjuk kerülni, és nem fogjuk fel azt, hogy mindig ezáltal sokkal nagyobb energiát adunk neki, és még többet teremtünk belőle, addig, amíg teljesen ellehetetlenítjük az életünket. Tehát én rengeteg gyógyulásról tudok, ami igenis gyógyszertől függ. Én magamnak, nekem is volt olyan fájdalmam, olyan betegségem, amire azt mondom, hogy ez a gyógyszer igenis életet mentett. Lehet, hogy elmehettem volna valakihez, meditálgattam volna, mit tudom, megfejtettem volna a lelki okát, stb. Meg is haltam volna szerintem, mire a végére érek. Tehát igenis mindennek a világban nagyon fontos szerepe van, és ne feledkezzünk meg a bizniszen túl arról a rengeteg gyógyulásról, amit ezek a dolgok okozhatnak. Ez most csak egy ilyen kitérő volt, na az a lényeg, hogy szeretnék visszatérni oda, hogy az emberiségben azt látom, hiszen én is ennek a közös csoporttudatnak a része vagyok, hogy egy olyan paranoiás viselkedési természetet vettünk fel, hogy mindentől félünk, minket mindenki meg akar mérgezni, mindenki meg akar ölni, minden mögött ösztönösen, anélkül, hogy erre tudatosak lennénk, rossz szándékot feltételezünk. Amikor valami jó dolog történik, na az a leggyanúsabb, amikor valaki hirtelen mosolyog, vagy kedves, vagy segíteni akar, támogatni akar, na az a leggyanúsabb, mert az biztos, hogy tuti rosszat akar. A természetgyógyászok ugye nem valóságosak, ők is csak mindenféle álságos varázslás, a homeopátia nem valós. Igaz, meggyógyulunk a semmitől, de nem azt nézzük, hogy meggyógyultunk valamitől, és nem tök mindegy, hogy mitől gyógyultunk meg, de meggyógyultunk, nem ezt nézzük, hanem elkezdjük, de hogy csinálta, Úristen, csalt, hazudott, átvett, mit tudom én. Ilyenek vagyunk, egy ilyen nagyon negatív, beleragadtunk, mert a félelem miatt az emberek többsége igenis erre figyel, és ilyen szempontból nézi a dolgokat. A mulandóságunk, a fizikai testünk sérülékenysége, a lelkünk érzékenysége, ez mind-mind a gyermekeinket féltjük, az időseinket, a rokonainkat, a felmenőinket féltjük, féltjük a kultúrát, mindent féltünk, és ezért lassan nem merünk megmozdulni se, hanem ebbe a félelembe, ebbe a félelem szemléletbe, ebből a nagyon beszűkült tudatból szemléljük a dolgokat. Na most, aki ezen már egy kicsit túlhaladt, mert annyira
sok ideje tart már az, hogy az ember ebbe a módosult, hipnotizált tudatállapotba beragadt, ami arról szól, hogy szenvedi. A szenvedés az jó, a szenvedés a valóság, a világ az csúnya, a világ az gonosz, az emberek gonoszak egymással, farkasai vagyunk, kíméletlenek vagyunk, és igen, valóban. Rengeteg ilyen dolog is történik, mert a természetünk, a teljességünk ilyen dolgokat is tartalmaz, ez is annak a természetes része, viszont az ember meg van áldva egy olyan isteni képességgel, hogy tudatában van önmagának. De olyan szinten van tudatában önmagának, hogy rá tud nézni önmagára, tehát bele tud nézni a tükörbe, el tud gondolkodni azon is, hogy mit csináltam, azon is, hogy most mit csinálok, és hogy mit fogok a következő pillanatban csinálni. És közben teremtünk magunknak ehhez egy játszóteret, egy életteret, amit szintén minden pillanatban megnézhetünk, hogy tetszik-e ez nekünk, hogy viszonyulunk egymáshoz. Tehát ott van a lehetőség, egyfajta intelligenciánk van, nem is a miénk, de valahonnan kaptunk adományként, áldásként, óriási nagy áldásként és a lehetőségként egy intelligenciát, hogy mi magunk is tudatában legyünk annak, hogy mit művelünk magunkkal és egymással, és hogyha ez nem tetszik, akkor magunk is változtathatunk ezen. És visszatérve ide a koronavírusra, itt történt, tehát mert szeretném egy kicsit ezt spirituális, ugye úgy hívjuk, hogy ezek ilyen spirituális dolgok, pedig az is csak egy címke. Én nem spiritualitásnak hívom elsősorban azt, amikor megpróbálok tisztán ránézni arra, ami történik, hanem ezt hívom a valóságnak. Nem egy tényszerűségnek, de ez nagyon-nagyon közel áll már a tényszerűséghez. És azon kívül, hogyha én meglátom azt, hogy mi történik a világban, és félreteszem a félelmeimet, félreteszem azokat az információkat, amivel meg akarnak esetleg vezetni, de ez már megint egy paranoiás megközelítés, nem biztos, hogy meg akarnak vezetni, egyszerűen más gondolnak róla erről a helyzetről, és ennek lehetnek különböző előnyei. Tehát amikor ez a helyzet bekövetkezett, akkor nagyon sokak életében megérkezett egy olyan szabadság, egy kötelező szabadság, egy ilyen viszmajor helyzet lépett elő és állt elő a világban, amikor nagyon sokan igazából pont egy ilyen helyzetre vártak már, hogy jaj, csak hadd maradjak otthon, egy kicsit hadd meditáljak, hogy ne a buszon kelljen állnom meditálnom, mert nem tudok elvonulni, mert a munka, meg az iskola, meg a megszokott mókuskerék az nem engedett, a főnök sem mindig akkor enged el, amikor neked a legnagyobb elengedésed lenne, vagy amikor a legnagyobb felfedezést teszed önmagad irányába, őt az nem fogja érdekelni, hogy jaj, ennek a kollégának ma elengedése van, valami belső munkája, menjél haza, az gyere vissza, amikor végeztél vele. Tehát ugye, már pedig a tudatos emberek a spiritualitás útján bizony nem kis energiamozgással, nem kis érzelmi ingadozással, erővel járó helyzeteken mennek keresztül, és igenis ebben a pillanatban kiszakadhattunk. Nem tudtuk, hogy mi fog történni, mi ez az egész, de aki ott volt önmagánál már, önmaga tiszta tudatosságában, vagy erre vágyott, az megkapta ajándékba azt, hogy meg tudjon érkezni a mostba, a jelen pillanatba. Egyrészt a helyzet ijesztő volt amiatt, ki kellett nyitni a szemet, ki kellett nyitni a fület, vigyázni kellett egymásra, nagyon ébernek kellett lenni, nagyon tudatosnak kellett lenni, mindeközben kötelezően abba kellett hagyni, amit addig csináltál. Következő pillanatban nem tudhattad, hogy mi fog következni, és ebben a megállban, ebben egy nagyon fontos dolog, spirituálisan egy nagyon fontos dolog történt. Ugye a világ, ami a világban történik, az a mi belsőnknek a kivetülése. Na itt az összes spirituális ember elfelejtette, hogy arra gondoljon, hogy hát akkor mi történt itt belül, mi történt, amitől megállt, meg tudott állni globálisan az egész világ. És persze van betegség, volt nagyon sok minden, biztos, hogy van. Az én valóságomban ugyan meg nem jelent, azon kívül, hogy információt kaptam róla,
de tiszteletben tartom, maximálisan tiszteletben tartom azokat, akiknek ez közelebbről kellett, hogy megismerkedjenek ezzel, akár tudatilag, akár fizikálisan is, vagy esetleg óriási veszteséget, egy dimenzióváltást, akár az elhalálozáson keresztül szenvedtek el. De mindenképpen itt egy dimenzióváltás történt a világban, mert nem történhetett volna meg az, hogy az egész világ megáll csak úgy, vagy nem igaz egyáltalán az az állítás, hogy ami belül az kívül, és egyébként egy csomó törvényt akkor törölhetnénk. Na mindegy, térjünk oda vissza, hogy megállt ez a világ, és rengetegen megérkeztek a mostba, rengetegen tudták befejezni, vagy közel befejezni azt a spiritualitás, ezt a belső utat, ami már folyamatban volt jó ideje, azt a tudattisztítást, ami pont abból állt, hogy ezt a kollektív tudatot, ami tele van a félelemmel, ami tele van az elszenvedett szenvedéseinkkel, ezen nem is tudom megmondani, hányan dolgoztak itt az elmúlt évtizedben, 24 órában, csak itt Magyarországon, és ezek a módszerek ráadásul, amik ezt a tudattisztítást tették lehetővé, ugye nem is Magyarországon születtek meg, és nyilvánultak meg, hanem a világ minden tájékáról, a legmesszebb helyekről. És egy picit belemennék abba, hogy mi történt még itt a háttérben, amikor így leállunk, és egyszerűen kiszakítunk. Ugye mindig azt mondja mindenki, illetve azt tapasztalja, hogy amikor nem vagy az utadon, vagy nagyon rossz irányba mennek a dolgok, akkor maga az élet az, ami le fog téged állítani. Az egy betegséget, egy tragédia történik. És most is kaptunk egy olyan helyzetet, ahol le kellett állni. És mit csinál egy ilyen leállás? Azt csinálja, hogy gyakorlatilag az otthonmaradással, gondoljátok végig, hogy ez globális világméretekben mennyire lecsökkent a karmikus játszma azzal, hogy nem szálltál fel egy járműre, hogy ott hagytad egy kicsit, nem mentél be a kollégáid közé a munkahelyedre, hogy abba hagytad azt a mindennapos össze-vissza idétlen kötelező, illetve nem is, még nagyon sok olyan része is van, ami nem kötelező, abba kellett hagynunk a mindennapi megszokott rutinunkat, rengeteg ütközés, játszmát, problémát, amit a szomszéddal, a házmesterrel, a kutyával, a kakassal, a jó ég tudja, hogy mennyi mindennel vívtunk, mindent le kellett állítani. Tehát megszabadultál, felszabadultál energetikailag egy csomó karmikus játszmától. Persze lehet, hogy viszont olyan dolgokra meg rá kellett figyeljél, mondjuk ami a hozzátartozóiddal, a szeretteiddel volt kapcsolatos, szemeibe kellett nézni annak életet belőször, akivel együtt élsz, megnézni, hogy kivel is lakom én együtt, hány gyerekem is van, stb. Szeretem, nem szeretem, kibírok-e vele összezárva, kötelezem összezárva akármennyi időt. És nézzétek meg, hogy egy óriási önmegtisztulás, egy kötelező önmegújulás történt, mert mit tükröz vissza a világ? Hogy kitisztult a levegő, hogy tarts távolságot, mert már annyira pimaszul, tiszteletlenül tapostunk egymásra, és lögdöstük egymást, és tolakodtunk, és nem tiszteljük, és nem becsüljük, és nem értékeltük egymást. Szét lettünk választva, mint a megbolondult ebek, megvadult ebek az arénában. És ez valaki azt mondja, hogy hú, a jogaim, meg mit tudom én, igen, mik ezek a jogok? Ezek olyan jogok, hogy szabadon piszkálhatsz, és bánthatsz másokat, és beszólhatsz. Persze áttértünk, mert az emberek többsége beköltözött az online térbe, ezt ugyanott folytatta, tehát azért ez látszódott, hogy ez nem állt le azért teljes mértékben, de az online térben azért egy valami biztos, sokkal személytelenebb lett a dolog. Na most spirituális szempontból a személytelenség az nagyon fontos, mert ugye minden probléma, minden egyéni program, ami a tudatalattiban zajlik, az a személyhez, a személlyel való azonosuláshoz kapcsolódik.
És ezzel, hogy személytelenné váltunk, mindannyian élettérhez jutottunk. Levegőhöz ugyan nem, mert hogy ne legyen azért olyan szép a helyzet, mert azért ez a maszk, ez eltakarja magát, azt a szabad lélegzést, amire mi azelőtt nem figyeltünk oda, hanem természetesnek vettük. Azt mondtuk, hogy a természet ezt ad bele, bőség van, végtelen van belőle, szennyezhetjük, majd kitisztul. Tehát visszaéltünk vele, elbirtokoltuk az életet, elvettük egymástól az életterelt, és a szeretetre, a jóságra mondjuk azt, hogy nincs ilyen, hát mutass nekem ilyet a világba, most is mutass nekem ilyet. Na most, aki spirituális úton jár, az már tudja ezt, és nem csak tudja elmével, mert ezt írják a tanítások, meg különböző embereknek egyéni megtapasztalásaik vannak arról, hogy szeretetélményt él meg egységélményt, hanem a mai tudomány is már sokkal mélyebb kutatásokat enged meg a tudatmezővel kapcsolatosan, az energetikával kapcsolatosan. Tehát egyre több minden válik tudományosan és a kvantumfizika által. Egyre közelebb ér egymáshoz a tudomány és a bizonyos okkult, meg ezotérikus, meg olyan tanítások, amik azért valahonnan nem feltétlenül csak kitalációk, hanem egyre több minden bebizonyításra kerül. És ahogy ezek közelednek egymáshoz, ugyanannyi erővel elhihetem azt, hogy minden a szeretetről szól, hogy az egész megnyilvánult világ nem más, mint a szeretet végtelen formájú tükröződése és megvalósulása, ami a szereteten át tud csak történni, tehát a forrás az az, minden, ami van, minden. De mi nem ezt hisszük el, ezt az egyet nem hisszük el, ami egyébként nagyon sokak szerint és megtapasztalásuk szerint az egyetlen valóság. Az egyetlen olyan valóság, ami be tudja bizonyítani önmagát, ha te ezt az egyet megadod, a bizalmat legalább ennek, de elhisszük azt a rengeteg rémhírt, hiszünk egy szintén láthatatlan háttérhatalomnak, amiről rengeteg összeesküvés elméletet, mert mit mond az ember? Hát én ezt tapasztalom, ezt hallom a tévé, ez van, ez a valóság, mert ez fáj, mert ez félelmetes, mert nézzük meg. De nem nézzük meg, hogy honnan jön ez a háttérhatalom, mi az igazi háttér. Az igazi háttér az a szeretet. Az, hogy a szereteten át mi minden tud megjelenni, annak az mindegy, hogy mi mit művelünk vele. De az, hogy mi mit művelünk ezzel az energiával, mit művelünk azzal a lehetőséggel, amit úgy hívnak, hogy élet, az igen, az múlik rajtunk is, és nem csak azért múlik rajtunk, mert ez egy jó szórakozás, hanem, hogy megtanuljuk felelősséggel élni a dolgainkat, felelősséget vállalni, tudni vállalni önmagunkért, azzal a tudattal, amik vagyunk. És ugye, hogy mondják, hogy a világ nem valóság, mert csak egy holografikus kivetülés. Hát itt lehet megtanulni az alázatot, hogy egy holografikus valóságért tudod-e vállalni a felelősséget szeretettel, még akkor is, ha bebizonyosodik számodra, hogy ez nem is valóság. A lélek fejlődési lehetősége ez. A lélek nem ismerné önmaga végtelen nagyságát, hogyha nem lenne egy kicsit így megszorongatva, beszűkítve egy testbe, egy személyiségbe. Megtapasztalja egy kicsit ezt a bezártságot, hogy ő az, aki rá tud ébredni önmaga végtelenségére, és önmaga felé fogja érezni ezt a csodálatos alázatot, amikor megtudja, a felébredettek, amikor megtudják, hogy ők kik valójában, a legnagyobb alázatossággal fordulnak utána, nem csak önmaguk felé, a valódi lényegük felé, hanem mindenki felé. És akiben ez az alázat már meg tud jelenni, annak a jelenlétében, ha valaki tartózkodik,
egyre többen és többen megélhetik ezt a teljességet, a legnagyobb ajándék az emberiség számára, hogyha valaki ezzel foglalkozik, ha valaki ezt egy picit komolyan veszi, és az önmegismerés útjára lép, és ahogy a szándékodat kifejezed, itt elindul egy folyamat benned, ami úgy tűnik, mintha te csinálnád, mert igazából te vagy ennek a teste, rajtad keresztül, te vagy a tanúja, te vagy az átélője, rajtad keresztül történik meg az egész, és itt már nem csak magad érted, amikor valaki ezen az úton elindul, az tudja, hogy maga a megvilágosodás, bár egyéninek tűnik, az már nem személyes, hanem egyetemes. Ami azt jelenti, hogy mindenkire hatással van, és mindenkiben beindul ez a folyamat. Tehát ami itt történik most már hónapok óta, az tekinthetjük úgy is, mondjuk így, hogy tekinthetjük úgy is, hiszen mindenkinek szíve joga, nem csak szíve joga, nem mindenki fogja tudni, nem akarok senkit befolyásolni, hogy másnak lássa a dolgokat, de lássunk mást is, adjunk lehetőséget más szemléletnek, más nézőpontnak is. Mi adjunk teret ennek? És ahogy most a tudat, nézzük meg most ezt a kollektív tudatot, hogy megint mi van beleprogramozva már a médián keresztül, hogy mi várható, Úristen, megint mi következik. És igenis, aki tudatos, az tisztában van vele, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy bekövetkezzen. Mert az a tudatosság, aki te vagy, az a végtelen tiszta tudat, illetve annak a forrása, az alkalmas rá arra, hogy te akár tudatosan a közös tudatmezőbe ezt semlegesítsd. Egy magasabb, ez már eleve egy magasabb intelligencia, és ez a magasabb intelligenciájú tudat, ez tudja felülírni az alacsonyabbat. Na most a félelemnél nem sok alacsonyabb van, tehát nem olyan nehéz ezt felülírni, de ezt mindenki önmagában, saját elhatározásból, szabad akaratból tudja megtenni, és minden támogatást, minden segítséget, hívjuk így érti mindenki, hogy az univerzumból meg fogja kapni. És az elmúlt éveket vizsgálva, amióta ilyen nagyon nagy népszerűségre tett az internet segítségével, mert az információ viszonylag korlátlanul nagyon sok helyen tud áramolni, az elmúlt évtizedekben, vagy az évtizedben, mondjuk így az utolsó 10 évet, ha nézzük, a világban rengeteg olyan helyzet állt elő, olyan politikai helyzet például, ahol egy hajszálon egy politikai vezetőnek az éppen az agya elborulásán, vagy nem elborulásán múlt az, hogy egy harmadik világháború, akár egy nukleáris támadással járó világháború nem tört ki. Nem egyszer. Az utolsó pillanatig feszült. Nagyon sokszor, és egyszer sem tudott megvalósulni. Bármelyik, ha megvalósul már, mert régen nem beszélgetünk itt ilyen dolgokról. Viszont most már a spiritualitás, a tudatosság az önmagát igazolta, hogy ez nem csak egy kis szórakozás, egy hobbi, hanem jóval több ennél, jóval nagyobb erő az, ami emögött áll. És ahogy nem tudtak megvalósulni ezek a háborúk, igen, meg tudott valósulni egy ilyen koronavírus. Egy ilyen, én most nem akarok róla beszélni, beszélgettem én is a vírussal, gondoljon, amit akar bárki. Meg az ember megtanulja azt, hogy egy őszinte nyílt kommunikáció, akár önmagaddal, az önmagadban lévő hanggal, bárkivel, akivel kapcsolatba kerülsz, vagy a vírussal azt mondod neki, hogy ki vagy te, és mit akarsz, mik a szándékaid, hogy nem érkeznek válaszok. Nem kell mindent elhinni, sőt, igazából nem is kell semminek hinni, de olyan meglátásokat tud adni, amire te elméből nem tudsz gondolni, amire talán a kollektív tudatmezőben nincsen minta.
És maga az aranykor, maga az aranykori ember, vagy egy megváltozott dimenzióba átlépő ember, egy felemelkedő ember, talán én úgy jellemezném, hogy ez egy olyan ember, aki befejezi azt, hogy a múltjából teremt, ott van a space-ban sok emlék, a fényképek, a sérelmek, hegek, műtéti nyomok, stb. Urnák, nagyon sok mindent őrizgetünk fájdalommal. Azt mondjuk, hogy ezt sosem adom oda senkinek, hiszen ez vagyok én, mert ezt én átéltem. Ez az én hozzátartozom. És amíg erre figyelünk, ebből főzzük a mostani világunkat. De az új tudatosságba átlépő, felemelkedő ember, aki már látja azt, hogy kinyílt valami lehetőség, valami új lehetőség nyílt meg az emberiség számára, ezt nem tudjuk tagadni. Az az új típusú ember, ez már úgy él, hogy csak a jelen pillanattal foglalkozik. Megnézi, hogy mi az, ami teremtődik, mit ad nekem ez a pillanat, milyen felismerést ad nekem ez a pillanat. Persze még megszokásból azt is megnézzük, minősítjük, eldöntjük, hogy ez nekem jó vagy rossz. Még nagyon sok mindent kell megváltoztatni az életmódunkban, mert hozzá vagyunk szokva nem kis dolgokhoz, nem csak mi, hanem mindannyian ugyanolyan séma, ugyanolyan modell, ugyanolyan emberi modell és szoftver szerint éljük az életünket. És aki ezt megmeri lépni, hogy átlép abba a fajta, hívjuk így életvitelbe, vagy életmódba, amikor te megengeded azt, hogy az itt és most pillanata, az egyetlen olyan pillanat, amiben a tiszta isteni jelenlét, a te önvalód tud színre lépni, tud megmutatkozni, hogy te vagy az, aki megengedheted, ha kíváncsi vagy erre, ha kíváncsi vagy valóban arra, hogy ki vagy, ha meg akarod látni, hogy te nem csak az, hogy mit gondolsz magadról, hanem ki az, aki úgy vagy, hogy nem tudsz róla még, nem veszed észre, mert a mintáid között keresgéled, mert keresed a lexikonba, keresed az interneten, mint amikor egy diagnózis, hogy itt egy pattanás, akkor megnézem, hogy ez micsoda, egyáltalán milyen típusú, mi a lelki oka, stb. Valahogy így próbáljuk meg élni az életet, vagy megkérdezem a kezelőorvosomat, a gyógyszerészemet, a mesteremet. Teljesen mindegy, hogy hova fordulunk, leginkább magunkat nem kérdezzük meg, pedig egyetlen egy valaki tudja saját magaddal a választ. Minden ott van benned, mert egyszerűen így vagyunk kitalálva, hogy ami veled történik, mivel te vagy a teremtője, de nem az a teremtője vagy, aki leül és akkor csinál egy manifestációs listát, és akkor szépen megteremti, de mondjuk az is te vagy, mert a manifestációs lista is már oda be van neked amúgy készítve előre. De amikor te a jelen pillanatban mersz lenni, akkor olyan élet tárul fel eléd, ami a legmerészebb, vágyni nem mert, soha vágyni sem mert dolgokat hozza be az életedbe. Olyan dolgokat, amit lehet, hogy kisgyerekként azt mondtad, hogy Úristen, de jó lenne, majd azt jól elfelejtetted, mert hát jött a realitás, jött a valóság, jött anyuci, jött a gazdaság, stb. Lemondtál, simán lemondtál magadról. Szinte mindannyian lemondtunk magunkról valahol, valamikor egy kudarc kapcsán, amikor az önértékelésünket, ugye a nagy egónkat mindig megpróbáljuk letörni. Tehát ez a nagy egó, ez egy olyan pici valami ahhoz képest, aki te vagy, hogy labdában nem rúg. Akármekkorává duzzasztod, fejleszted. Az egó szegénykém az csak próbálja túlélni itt a helyzetet félelmében, és a legjobbat akarja kihozni az életéből, az életedből jó szándékkal, és egyébként meg pontosan ez a félelem, valamikor meg is elégszünk ezzel, ez már a másik fele, hogy megszokjuk, hogy ennyi az élet, megtanuljuk, és megtanulunk megelégedve vele. Megelégedve lenni vele, mert hogy azt mondják, hogy örülj annak, ami van. De ez nem ezt jelenti, hogy fogadd el rosszá ízzel a keserű pirulát,
nyeld le, és hiányban, betegségben, félelemben, megalázottságban, rabszolgaként éld az életedet, hanem keresd meg, hogy mi az, ami van, mi az, ami valójában van. Ez a nagy feladat. És ez a pár hónap, hogy mire volt elég a tudatmezőben, nagyon sokan, rengetegen szatszangokat hallgattak ez alatt, meditáltak, megtanultak egymásra figyelni, leszoktak egy csomó felesleges költésről, csomó hülyességről az életükben. Egy olyan változás történt a világban, hogy minden megmozdult, amit nem tudtál megtenni, meglépni. Nem merted meglépni, hogy elhagyd azt a munkahelyet, amit már amúgy is utáltál ezer éve, de hát azt mondtad, hogy kell egy munkahely, meg ebből kell élni. De itt most egy olyan segítség érkezett be a világba, hogy igazából nem csak most, hanem mindig azt kapjuk, amit mi akarunk. Csak elfelejtjük, hogy mikor vágytunk arra, mikor kértük, milyen helyzetben kívántuk, és amikor szépen beérkezik az életünkbe a megvalósulás, akkor meg azt mondjuk, hogy mi ez, hát ez nem is tetszik nekem. Persze már 5 évesen kértél, lehet, hogy nem aktuális már 40-50 évesen, de valahogy úgy van kitalálva, hogy igen, ilyen 40, talán 35-40 év körül jut el az ember a élete olyan szakaszába, ahol valamilyen szinten saját magának számot kell tenni a bölcsességéről, hogy most mit is tudott kezdeni ezzel az életével. Mit kezdett vele, kezdette valamit, mit ismert fel. És lehetőséget kapunk arra mindannyian ott, hogy továbbfejlődünk, hogy felemelkedünk ahhoz, aki vagyunk valójában, egyénileg és emberiség szinten egyaránt. Vagy lesüllyedünk, és akkor szépen egy kicsit visszaépülünk, leépülünk, és minden tudatszintnek helye van, mindenki tart, ahol tart. Van egy felelősség, igen, hogyha én kegyelmet akarok ebben a világban. Ugye azt az előadás címet találtuk ki, hogy amikor már jól esne a kegyelem, amikor valaki elindul az önfelfedezés és az önmegvalósítás útján, akkor szembenéz önmagával, hogy mit művel, egyrészt önmagával, és hogy ez hogyan hat a másikra. És a világban egy olyan törvény működik, hogy mindig az isteni teljességedre mutat rá minden helyzet. Akkor is, ha nem tudsz róla. Akkor is, ha két nem felébredetről van szó, akkor is az egyik fel van ébredve. Valaki fel van ébredve, ott sokkal erősebb már, illetve hát tudatossá válik az, hogy így szolgáljuk egymást, akarva, akaratlanul, ezt jelenti a szolgálat, hogy én igenis segítek a másiknak meglátni bennem, rajtam keresztül a szeretetet, a szeretet teljes rezgésében való létezést. Ez történik, csak nem látjuk, nem így fogjuk fel, nem is biztos, hogy erre szükség van, bár nem ártalmas, hogyha erre valaki rájön. Tehát mindenképp mindenki szolgál minden helyzettel, még a gonosz csúnya dolgokkal is. Mindig minden pillanatban afelé tart, hogy te felismerd akár magadban egyedül, akár a másikkal való helyzetekben, szituációkon keresztül az isteni teljességedet, az önvalódat. És ez hogy miért jó? Mert amikor te már tudatos vagy, akkor pont így adsz kegyelmet, felmented a másikat arra, hogy olyan szituációkban kelljen neked statisztálni, asszisztálni, ne az én gonoszságomat, az én elvetemültségemet kelljen neki úgy eljátszani, hogy valójában ő csak engem tükröz, persze van közös vonás nyilván mindenkiben, igazából mindenkiben van mindenből, tehát maximum a mértéke más, vagy a rálátás, vagy a beismerő képesség, bemerem-e vallani. Az én utamon,
ami zajlott az életemben, ott az volt az egy nagyon fontos irány volt, hogy arra találsz vissza önmagad felé, amerre jöttél és eltévedtél. Tehát amerre eltévedtél. Na most az ember szeretne jónak látszani, igyekszik jól viselkedni, mindig jóságosnak igyekszünk tűnni, és bizony be kellett vallani, hogy azért nem mindig jött ez valóban jóságból. Nagyon sok minden, nagyon sok önbeismerés, önvallomás, ostorozás volt ezen az úton, amit utána persze abba kellett hagyni, mert aztán az ember ezt is túlzásba tudja vinni, hogy utána az egész világot, ahol tart önmagát okolja. De amikor valaki tudatos, és egyszerűen csak elindul az úton, egyrészt felmenti a másikat, a mindenki számára kellemetlen játszmák alól, másrészt megmutatja a másiknak tudattalanul az energiáin, a tiszta jelenlétén keresztül, hogy ő kicsoda valójában. Tehát a másik meg tudja tapasztalni, hirtelen azt látja, hogy hú, de kedves voltam most ezzel a valakival, vagy rám jött valami olyan, hogy életemben először segíteni akartam valakin, és hogy ez milyen jó érzés volt. Tehát ténylegesen a jóság, a jó érzés és a szeretet tud megjelenni. És mindenhol, ahol ez megjelenik, már a szeretet egy helyzetben, ott már tisztul a kép, ott már egyre többen vannak, akik megszüntették okozati szintől. Tehát nem csak az, hogy most na, kimegyek, és ma jó leszek, és akkor ma mindenkivel rendesen fogok viselkedni. Ez egy dolog, ugye ez a felszín. Ez is elvárható egyébként, tehát szerintem azért ez is elvárt lenne, mert a játszmák attól még jönnek, de okozati szinten szűnik meg a dolog. Tehát például ezt mindenki nagyon jól tudja, vagy nem biztos, hogy mindenki tudja, mert nem biztos, hogy mindenki így dolgozik. Akár a meditáció is megteszi ezt, hogy egyenként ránéznél a kis programjaidra. Egyébként szerintem mindenki megtisztelheti magát nyugodtan azzal, hogy megnézi, hogy ő vele mi van, meg az egész életét megértheti, ami szerintem egy nagy adomány, hogy meg tudod érteni azt, hogy mi történt veled, miért történt veled, megbocsátásokat, elengedéseket tudsz végezni. Saját terheidet pakolod le ilyenkor, tehát amit cipelsz magadban, a lelkedben évek óta, amik már megbetegítenek. Ugye, hogyha nagyon régóta cipeled, és nem akarsz vele szembenézni, akkor ez a testedben a fizikai síkon manifestálódni tud. Betegség formájában. Állandóan megfosztod magad dolgoktól, lehet, hogy egy rák daganat, burjánzása fogja pótolni ezt a hiányt neked. Például, és nagyon egyszerű, de ezeket észre lehet venni, és meg lehet látni, és okozati szinten lehet megszüntetni a dolgokat. És hogyha megszünteted ezeket a dolgokat, akkor az, hogy a szeretet a forrása mindennek, az nem duma lesz többé. Nem filozófia lesz többé. Ugye hányszor halljuk azt a kedves nézőktől is, hogy könnyű a fotelból beszélgetni, meg a stúdióba beülünk, azt hú, de jól elfilozófálgatunk. Most ahhoz, hogy egy ilyen filozófiai értekezés létrejöjjön, a mögött egy olyan óriási munka zajlik le, amit már én nem kötök a mi személyünkhöz, hanem egyszerűen hagyjuk megtörténni mindazt a változást bennünk, ami engedélyt adott a VMTV-ben szereplő, mint bárki számára, hogy ott megnyilvánuljon, nyilatkozzon. És azok, akik ott szerepelnek a VMTV-ben, ők cselekednek. Tehát ők nem filozofálgatnak, hanem gyógyítanak, eredményeik vannak, gyógyulások. Nem mondják el, mert nem azért van az egész, hogy utána újra egy személyes érdemnek újra elbitorolják azt az isteni kegyelmet, üdvösséget, azt az energiát, azt a tiszta gyógyító erőt. Az rögtön elmúlik abban a pillanatban, hogy elkezdünk azzal dicsekedni, hogy most ki milyen. De az emberek ilyenek, hogy még azért is haragszanak, ez a csúcs egyébként itt a VMTV-s életemben, amikor undorral nyilatkoznak az emberek, hogy na, ezek mindenre tudnak valami megoldást, nézzétek. Ilyen hangsúllyal, tehát a bűnök bűne,
hogy van megoldás a dolgokra, mert ugye azt meg kéne lépni, azt el kéne fogadni. Itt érzik valószínűleg, hogy igen, ott ők lehet, hogy ők nem tesznek meg mindent, és nem is biztos, hogy akarnak egyébként megtenni, de a teljességben ennek is helye van. Aki tudatos, aki táthat már a szeretet, az tudja szeretni ezt is már. És egyébként nagyon érdekes, hogy aki a szeretetben van, az igazából szeretetteli dolgokkal fog találkozni, tehát bármilyen meglepő, elkerülik a bajok, illetve egyre kevesebb a játszma. És ez nem azt jelenti, hogy fel vannak mentve, mert az élet azért oda teszi őket szolgálni, ahol nagy szükség van rájuk. De itt már ezzel az erővel ők tudnak bánni, felismerik, tudják, hogy mit kezdjenek vele. És akkor én mindjárt be is fejezném itt, mert biztos már egy csomó időt beszéltem, hogy merjük megengedni magunknak most azt, hogy legalább feltételezzük azt, hogy valóban egy jóság áll mögött, az egész mögött. Haragszunk a teremtőre, hogy mi a nyavajáért kellett ilyen világot teremteni, ahol ennyien szenvedünk, betegség van, éhezés van, gyerekek halnak meg. Senki nem bírja elviselni ezeket a fájdalmakat. Nem gondolunk rá, hogy valaki csak ennyit akar megtapasztalni, és ez az ő teljességét, a szeretet, az isteni szeretet megélését egy ilyen esemény szolgálja a legjobban. Mert így van. Mert lehet, hogy elveszíted a gyerekedet az életedbe, más helyzetben nem tudtad volna meg, hogy mennyire szeretsz, mennyire tudsz szeretni egyáltalán. De vannak kíméletesebb módok is, a tudatosság és a felébredés. És megmentheted a gyereked életét, igen. Meg a szeretted elvesztését, és alól felmentheted őt. Hogyha te ezeket magadban megcsinálod. És az ember van annyira intelligens most, fel tudja fogni minden eszköz, módszer és információ a rendelkezésére áll ahhoz, már csak a szándékkel, hogy akarjuk-e megtapasztalni egy olyan emberlét, egy olyan emberlétet itt a Földön, ahol a szeretet van jelen, és nem csak a szeretet árnyéka, ahol a jóságot elfogadjuk, és nem ragaszkodunk a szenvedéseinkhez. Akarunk egyszer úgy egymással itt együtt élni, hogy nem kell félnünk egymástól, hogy nem kell feltételeznünk semmi rosszat, hogy bántani akarnak minket. És igen, ehhez lehet, hogy meg ki kell dobni a gazdaságot, meg egy csomó mindent, biztos, hogy a pénz jelentősége át fog alakulni. Lehet, hogy az ember ezt sosem fogja tudni meglépni, de nem kell nekünk mindenkivel foglalkozni, mert ha te önmagaddal és a környezeteddel rendben vagy, óriási dolgot tettél mindenkiért. És most nem a fejtétlenül arról a szeretetre gondolok, hogy igen, hát szeretnünk kell, mert így erre tanítottak, erre neveltek. Nem, ez nem erről szól, mert ott még mindig rengeteg hazugság van, rengeteg önállítás, becsapás, játszma a szeretetért. Egy olyan szeretet megszerzésére, ami egyébként végtelen bőségben, mennyiségben jelen van, és pont ezzel szűkítjük le, hogy árucikket csinálunk belőle. De ha valaki meg akarja tapasztalni azt, hogy milyen egy olyan közösségben, egy olyan emberi fajban, fajként élni tovább, amelyik igenis a szeretetet veszi alapul és tekinti a forrásának, erre lehetőség van, még akkor is, hogyha nem mindenki fog ebben részt venni a látványvilágban. Nem tudom, miért nem szólaltál meg egyáltalán közben, de... Így most én itt szeretném abba hagyni, és... Az, hogy egy ilyen tábor létrejöhet olyan emberekkel, akik ti vagytok, akiknek már nem kell úgy beszélni, tehát ti már nem arra figyeltek, hanem
ott vagytok a belső egyensúlyotokban, a belső csendetekben, már ez a csend megmutatta az utatokat. Sokan váltottatok, ráléptetek arra az útra, ami önmagatokhoz vezet, és ez az út, ez megcsinálja automatikusan azt, hogy itt már rengeteg embernek segítetek, akarva, akaratlanul, természetes módon, mert a megvilágosodás és a felébredés az nem egy módosult tudatállapot, hanem most vagyunk egy módosult tudatállapotban, amíg elhisszük, hogy nekik mi szenvedésért vagyunk itt. Erről szól az élet, mert nekünk fejlődnünk kell a szenvedésen keresztül. Nem, a szenvedés az egy nagyon jó útmutató, ami rá tud mutatni az igazságra. Hát a megvilágosodottság, a felébredés, az a kihipnotizált, az a tiszta tudatállapotunk. És maga ez az út, amit most itt közösen itt is bejárunk, az maga a kihipnotizálás, a kihozanodás. És igen, nehéz leszokni erről a világról, nehéz leszokni önmagunkról, súlyos elvonási tünetekkel jár, de nem lehet elképzelni azt, amit elnyerünk ezáltal, a helyet, amit fel kell adnunk. Jó, köszönöm szépen!